Kastélyszerű új épületbe járhatnak szeptembertől a leveleki óvodások. 300 millió forintos támogatás segítségével épül fel az új intézmény, amely június végére teljes egészében elkészül. Ebbe a gyönyörű, régi kastélyba jártak eddig a gyerekek. A kiköltözés után új célokra szeretnék használni az épületet. Túróciné Székely Anita polgármester 35 perc című műsorunkban azt mondta, felmerült, hogy rehabilitációs központ, nappali foglalkoztató vagy sportközpont lesz, de döntés még nem született. Ötletek vannak, és hát függ nyilván az is, hogy mit tudunk megvalósítani, hogy milyen forrás lehetőséget találunk arra, hogy fel tudjuk újítani, és új funkcióval tudjuk megtölteni ezt az épületet. Nagyon szép épület, gyönyörű a kertje, a parkja, több száz éves fák vannak itt, sok játék itt fog maradni, tehát azt mindenképpen tervezzük, még forrás nélkül is, hogy megnyitjuk a lakosság előtt, és egy parkká alakítjuk, egy játszó, egy közterületi játszótérré, és hát majd ahogy haladunk az időben előre, és jönnek az ötletek, illetve a forrás lehetőségek, akkor vélhetően megtaláljuk majd a funkciót. Egyébként nagyon szép lehetne akár művészeti vagy kulturális élet központjának. A közlekedést érintő fejlesztésekre is készül a település. Többek között a Magyar Falu Program segítségével teremtik elő a szükséges forrásokat az útfalújításokra. Településünkön nagyon fontos terv és elképzelés, hogy a belterületi útjainkat szeretnénk felújítani, aszfaltozni. Két fontos út is van, amelyre támogatási kérelmet adtunk be. Az egyik a Magyar Falu programban, éppen a tócentrumunk felé vezető út, amelyet szeretnénk aszfaltozni, illetve a másik az a piachoz és a centrumban elhelyezett út, az ifjúság út, amelynek a felújítására egy BMS út felújításra kiért pályázatba adtunk be kérelmet. Ezeken az utakon is jelentősen megnövekedett a forgalom, a két sávon való közlekedést nem teszik lehetővé, az aszfalt burkolata sérült, az utaknak nem vezetik el megfelelően a vizet, a patka kérdése nem megoldott, úgyhogy ez az infrastruktúrális fejlesztés a településünkön nagyon szükségszerű és időszerű. Saját forrásból is áldoznak útfalújításokra, többek között a Dohánykert utcát és a Sport utcát újítják fel a következő hetekben leveleken.